Krejcsi Mária vagyok, a Magyar Rákellenes Liga Salgótarjáni Alapszervezetének elnöke. A mai őszi nyitó rendezvényünk témája túlsúlyos problémák volt a cím, és tulajdonképpen a túlsúly és az elhízás problematikáját jártuk körbe szakemberek, felkért szakemberek segítségével, ugyanis nagyon sok betegségnél szerepel kockázati tényezőként, és elsősorban a szívérendszeri, a daganatos betegségek, cukorkettes típusú cukorbetegségnél. Tehát arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy mely betegségek okozója lehet, és hogy mit tehetünk ezek ellen. Erre adtak szakemberek segítségével, erre kaptunk választ. Viakó Zoltánné vagyok, egészségügyi gyakorlatvezető. A mai túlsúlyos problémákkal kapcsolatos előadásom lényege az volt, hogy milyen problémák vezetnek ahhoz, hogy a túlsúly kialakuljon, hogyan kell ezt felismernünk, mik azok az egészségügyi kockázatok, nagy és kis kockázatú tényezők, amelyek a betegségek kialakulásához vezetnek, illetve hogyan tudunk ezzel ellen tenni, milyen mentális milyen mentális problémákat kell megoldanunk, milyen feladatokat kell ahhoz megcsinálnunk, hogy túl tudjunk lenni ezen a nehézségen. Ugye a legfontosabb a lelki egészség, hogy meghozzuk a döntést, a kifogásokat, azokat megpróbáljuk félretenni, és a kifogások félretevése után megtaláljuk azt a helyes utat, amely a számunkra legideálisabb egyéni-egyedi diétát, egyéni-egyedi mozgásterápiát, amelyben jól érezzük magunkat, és segít azon az úton, amelynek a végén ott áll az, hogy a plusz kilóinktól meg tudunk szabadulni, és ezáltal az egészségügyi problémákat is le tudjuk győzni. Ezt szerettem volna bemutatni a hallgatóságnak a kolléganőmmel együtt. Hát igazából én sok szeretettel köszöntök mindenkit, és azzal kezdeném, hogy mikor Marika felkért engem erre, akkor én azt mondtam neki, hogy te figyelj, nekem fontos a hitelesség, és akkor nézzetek rá. Tehát, hogy azért én nem vagyok egy anorexiás alkat, és akkor én hogyan beszéljek a túlsúlyról, amikor ugye hát példát kellene mutatni, és akkor ez azt jelenteni, hogy mire végzünk, addigra nekem valamit így le kéne adnom magamból. Ezért itt a kolléganővel úgy egyeztünk meg, hogy ezt a hitelességet meg tudjuk őrizni, hogy én tudok beszélni a napi problémákról, tudok beszélni arról, hogy milyen egészségi állapotra, milyen hatása van a túlsúlynak, viszont a dietetikus lesz majd az, aki ő pedig hitelesen tud majd nekünk tanácsokat adni, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. Itt látjátok ezen a dián, hogy ugye azt a címet adtuk mi az előadásunknak, hogy túl súlyos problémák, és azt gondolom, hogy ez a kép kifejezi azt, amit azok az emberek éreznek, akik napi szinten ezekkel a problémákkal küzdenek. Természetesen magamról is beszélek. Tehát, hogy azért ez egy ilyen sötét esős képet vetít itt elénk, de ugyanakkor azért ott vannak a lehetőségek, ott van az a piros esernyő, ott van az a szivárvány, ami mutathat nekünk utat arra, hogy megkeressük azokat a pontokat, hogy hogyan csinálunk, mit csinálunk rosszul, és hogyan tudunk ezen segíteni. Ugye a szélsőségek világát éljük, és én azt gondolom, hogy nagyon sok helyről, internetről, egyéb helyekről rengeteg jó tanácsot, idézőjelben jó tanácsot kaphatunk.
De ugye az egészség kulturáltsághoz hozzátartozik az, hogy ezek között az információk között mi tudjunk megfelelően szelektálni, és oda tudjunk figyelni arra, hogy mik azok az információk, amelyek valóban beépíthetők a mindennapokba, és melyek azok, amelyek azért nem feltétlenül fedik a valóságot, és hatékonyak lehetnek egy túlsúly probléma kezelésében. Csak hogy szélsőségeket mondjak, itt van például ugye a fényevés, tehát nagy valószínűséggel, ha nem eszünk semmit, attól fogunk fogyni, nem pedig a jó kis meleg fénytől. Ugye mi is ez a túlsúly? Ugye a karcsúságról, ha beszélünk, akkor a karcsúság egyfajta divatirányzat. Ezt a divatirányzatot a média teremtette meg, és napi szinten ezt tartja életben. Tehát a médiából más sem folyik, csak az, hogy karcsúnak kell lenni, hogy mit kell, amikor látunk egy terméket, amikor reklámoznak, akkor egyik pillanatban ugye ilyen kicsi rezgős pocak van, és három perccel később már, hogyha azt megeszed vagy megiszod, akkor olyan fantasztikusan fogsz kinézni, hogy abszolút de igénye van arra az embernek, hogy valahogy ezt a terméket magáévá tegye. Tehát ez egy fontos dolog, hogy kívülről jön felénk egy nyomás. Én azt gondolom, hogy ezt megfelelően kell tudni kezelni. Ugye azt, hogy valakinek túlsúlya van, ezt az aktuális divat általában nem fogadja el, mert hogyha megnézzük, azért jó, van már most duci modellverseny, meg mindenféle dolog, de ha megnézzük az aktuális divatot, akkor elsősorban azért a jó alakú, csinos, hosszú lábú hölgyeknek teremtik meg ezt a divatot, és nem nagyon találjuk ebben mi túlsúlyosak a helyünket. Itt az jelenti a problémát, azt kell nekünk felismerni, hogy nem az esztétika jelenti elsősorban a problémát a számunkra, hiszen az, hogy kinek mi az esztétikus, az ugye egy szubjektív dolog. Tehát lehet, hogy ugye majd ott a kifogásoknál fogok róla beszélni, hogy hát nem is lenne jó, ha csontos lennék, meg engem a férjem vagy a párom így vagy úgy szeret. Ezek nagyon jó kifogásoknak, de itt nem az esztétikáról van szó. Az egy dolog, hogy sokkal esztétikusabban néz ki a nagy átlagember értékrendje szerint egy csinos, jó alakú hölgy, mint egy túlsúlyos, de nem ez jelenti a fő problémát. A fő problémát az azt jelenti, hogy a túlsúly következtében egészségügyi problémák jelennek meg, és ezek az egészségügyi problémák elindítanak a szervezetben egy láncreakciót. Tehát az egyik adódik a másikból, és hogyha ezt nem állítjuk meg, akkor egy visszafordíthatatlan folyamat fog kialakulni. Mik lehetnek a túlsúlynak az okai? Ugye az alapvető ok az, hogy a bevitt kalória az több, mint a felhasznált kalória. Ez a legfontosabb. Ugye azt, hogy kinek mennyi a bevitt kalóriája, az azért függ a testalkatától, az életkorától, az egészségi állapotától, az aktivitásától, ezt egy csomó minden befolyásolja. Aztán itt vannak a genetikai adottságok. Ugye a genetikai adottságok azért nagyon sokszor kifogásként is szerepelnek, hogy én azért vagyok túlsúlyos, mert túlsúlyos volt a nagymamám, meg a nem tudom én ki is a családban. Ezt a kifogások közé kell sorolni, mert a genetikai adottságok befolyásolják a túlsúlyt, de nem ez a fő ok, ami miatt ez kialakulhat. Aztán ugye itt vannak a betegségek. A betegségek közül az anyagcsere betegségek felelősek elsősorban az elhízásért, mégpedig azért, mert ugye a maga a zsírbontás, vagy a zsír, nem is a zsírbontás, a zsíranyagcsere folyamat, ez egy bonyolult biokémiai folyamat, és ehhez szüksége van a szervezetnek nyomelemekre. Ha nem figyelünk oda a táplálkozásra, ezeket a nyomelemeket nem visszük be, akkor nagy valószínűséggel ez a zsírlebontás egy anyagcsere zavar következtében nem lesz megfelelő, és felhalmozódik a zsír a szervezetben. Tehát itt vannak a gyógyszerek közül elsősorban a hormonális, hormon alapú gyógyszerek, a fogamzásgátlók, és főleg a reumatikus megbetegedések kezelése során alkalmazott gyógyszerek azok, amelyek felelősek a túlsúly kialakulásáért. Az étrend, ugye itt azért kifejezetten nem a helyes táplálkozást mondom, hanem az étrendet, mert ez mindenki számára, a helyes táplálkozásról rengeteget hallottunk, erről majd Judit fog beszélni, nem is szeretnék belemenni. Az étrend az, amit mi megszoktunk, tehát itt ezzel az étrendre gondolok, tehát az, hogy most reggelizek, nem reggelizek, mit kapok be, érzem, hogy lemegy a vércukrom, betolok egy szelet csokoládét, az nem baj, hogy fél óra múlva ugyanolyan rosszul vagyok, tehát hogy rendszertelenül nem megfelelő, tehát a rossz étrendre gondolok itt, illetve a mozgásszegény életmód. Ezek az elsődleges okai.
Ugye nem csak a hormonkészítmények felelősek azért, hogy kialakuljon a túlsúly, hanem említettem a zsíranyagcserét. Ugye a zsírsejtek felületén található a lipoprotein enzim. Ez az enzim felelős azért, hogy a zsír bejuttassa a sejtekbe. Ha ez a lipoprotein enzim nagyon aktív, akkor a sejtek úgy szívják magukba a zsírt, mint a szívecs a vizet, és ebből adódik az, hogy bizonyos területeken jobban felhalmozódik. A nők esetében ugye a combon és a fenéken halmozódik föl jobban a zsír, míg a férfiaknál a hason. Ennek megfelelően két típusba osztjuk a testalkat alapján két típusba oszthatjuk be a túlsúlyosakat. Ugye vannak az alma alakúak. Az alma alakúak esetében ez a lipoprotein lipáz enzimnek az aktivitása elsősorban a hasra tehető, és a kockázatai azok a szív- és érrendszeri betegségeknek a kialakulása, ebből adódóan ugye az infarktus, a stroke-nak a kialakulása, illetve a kettes típusú cukorbetegségnek a kialakulása. A körte típusúaknál a bőr alatti zsírszövet az, ahol felhalmozódik, illetve aktívabb ez a lipoprotein lipáz enzim, és ennek megfelelően főleg a alsó végtagoknak a terhelése miatt, illetve vérellátási zavara miatt és a túlsúly miatti terhelése miatt mozgásszervi betegségek, viszérbetegségek és ugye cellulitis alakulhat ki. Mikor beszélünk túlsúlyról és mikor beszélünk elhízásról, milyen mérték, hogyan tudjuk mérni ezt, hogy éppen hol tartunk? Ugye többféle lehetőségünk van erre, itt felsoroltam a testtömegindexet, a haskörfogatot és a bőredőmérést. Tulajdonképpen a testtömegindex, vagy így hallhattátok, hogy a BMI-nek a kiszámítása, ugye ez úgy történik, hogy a test magasságot kilogramban kifejezve, vagy testsúlyt osztom a testmagasság négyzetével. Erre vannak az interneten különböző kalkulátorok, tehát ez azért van, mert gyenge volt a matekból. Tehát vannak erre különböző kalkulátorok, tehát gyönyörűen ki lehet ezt számolni. A testtömegindex ugye normál esetben 18,5 és 24,9 közötti testtömegindex esetében beszélünk normál súlyról. Ugye 25 fölött túlsúlyról, 30 fölött elhízásról beszélünk. Na most a testtömegindex ez megmutatja, hogy mennyivel több zsírszövet van a testünkön, viszont nem mutatja meg ennek az eloszlását. És ugye az előbb arról beszéltem, hogy az alma és a körte típusú zsírfelrakódás esetében milyen kockázati tényezők vannak, ezért az utóbbi időben sokkal elfogadottabb a haskörfogatnak a mérése. Éppen azért, mert nagyobb a veszély annak, hogy a zsigeri zsír felrakódása következtében ugye kialakuló szív- és érrendszeri betegségek sokkal markánsabb, gyakrabban gyakoribb a kialakulásuk, és sokkal gyakrabban válnak krónikussá, éppen ezért ennek a kialakulására kell elsődlegesen odafigyelni. Tehát a zsír eloszlását jobban megmutatja nekünk a haskörfogat. A haskörfogat a nők esetében 80 és 88 cm között kell, hogy legyen. Természetesen ezek referenciatartományok, a férfiak esetében 94 és 102 cm maximum, de azért írtam ezt a két értéket ide, mert ez alatt kell, hogy legyen a haskörfogata a férfiak és nők esetében. Tehát még egyszer ez azért fontos, mert ez megmutatja a zsír eloszlását a szervezetben. Két kockázati csoportba soroljuk a túlsúly következtében kialakult betegségeket. Ugye vannak a nagy kockázatú betegségek, itt elsősorban a szív- és érrendszeri betegségekről kell beszélni, mint a magas vérnyomás, szívbetegségek, főleg az infarktus, agyérkatasztrófák, a stroke betegség, aztán ugye az alsó végtagot érintő viszérbetegségek, az emésztőrendszert érintő epekövesség, például ízületeket érintő köszvény, és ugye nem utolsó sorban a túlsúly következtében kialakult alvászavarok, amelyek szintén elsősorban a keringésnek a romlásával hozhatók össze.
A kiskockázatú betegségek közül meg kell említeni a daganatos betegségeket, a hasnyálmirigy gyulladást is. Hölgyek esetében a vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a meddőség kialakulásáért is felelős lehet. Mindezeken túl a túlsúlynál vannak olyan rizikótényezők, amelyek itt a képen, ahogy láthatjátok, egyes betegségek kialakulásánál gyakrabban fordulnak elő azoknál a betegeknél, akik túlsúllyal küzdenek. És ugye itt látjuk, hogy a cukorbetegség kialakulásában 133%-os gyakoriság fordul elő. Látjuk a agyérkatasztrófát, ami szintén egy magasabb százalékos előfordulási arány, de mindezek mellett ugye a test bármely területét, vagy bármely szervrendszerét érintő betegségek kialakulásának százalékos aránya magasabb. Mi az, amit teszünk ilyenkor, amikor az ember szembesül azzal, hogy nehezebben megyek föl a lépcsőn, nem kapok levegőt, fáj az ízületem? Ugye ilyenkor, amikor a túlsúly elkezd felrakódni, akkor jön a kifogáskeresés. Mindenre találunk magyarázatot. Ugye, hogy azt mondjuk, hogy ha a stressztől fogyni lehetne, akkor én már anorexiás lennék. Aztán jön a következő, hogy azért hízol, mert stresszes vagy. Aztán utána megpróbáljuk azt a lehetőséget, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy mennyi a súlyunk. Ugye, mint ahogy itt az összefoglalóban láthatjátok, talán hátakarom az egyik szemem, akkor lehet, hogy nem vettem észre azt a számnak valamelyik részét, és az sokkal jobban hangzik. Vagy egy kicsit nem úgy állok rá mérlegre, egy kicsit így, most egy kicsit több folyadékot ittam. Tehát mindent találok magamnak kifogást. Aztán itt a középső képen ugye sokunk szekrényében, akik ez a kis állatka, aki reggel összevarja a ruháinkat, nálam már nagyon el vannak szaporodva, tehát ők minden reggel egy kicsit kisebbre varják a ruhát. Most igazából ez mind a kifogáskeresés, hogy nem, vagy nem veszek róla tudomást, vagy ezek a kialakult egészségi problémák még nincsenek olyan szinten, vagy ezekre is találok megoldást, sokat dolgozom, nem pihenem ki magamat, nem mozgok eleget, tehát mindenre találunk kifogást, hogy ne kezdjünk el ezzel komolyan foglalkozni. Ugye mindaddig, amíg nem hozom meg a döntést, amíg ugye itt az első képen, ha belenézek a tükörbe, addig azt látom, amit ott ez a cica lát, addig nem fogok tudni túllépni ezen az egész történeten, mert megint kifogást keresek arra, hogy miért nem csinálom. Eddig arra kerestem, hogy mi lehet az oka a túlsúlyomnak, utána meg arra, hogy miért nem csinálom ezt. Mindaddig, amíg nem születik meg a döntés, és nem tartom magam képesnek és alkalmasnak arra lelkileg, hogy én ezzel meg fogok küzdeni, addig nem tudok majd hatékonyan lépni ezen a területen. Ugye mi lehet a megoldás? Az egyik az, hogy fel kell, hogy ismerjem azt, hogy annak, amivel én küzdök, annak milyen következményei vannak. Ha kapok jeleket a szervezetem részéről, akkor el kell, hogy fogadjam azt, hogy ezek miért vannak. Nem magyarázzam a magas vérnyomásomat azzal, hogy sokat idegeskedek, nem magyarázzam az ízületi panaszaimat azzal, hogy sokat kapáltam a kertbe, vagy bármilyen más. Ne keressek kifogást, fogadjam el, hogy ez azért van, mert bizony jó pár kiló ráment. Vegyem észre a tüneteket, ugye? Tehát, hogyha már jelentkeznek ezek a testet érintő, a szerveket érintő tünetek, ezeket megfelelően kell értékelni, értelmezni, és el kell fogadni azt, hogy igen, itt probléma van, és valamit tennem kell ellene. Tehát a megoldás az azzal kezdődik, hogy meg kell, hogy szülessen az elhatározás, meg kell, hogy szülessen bennem az, hogy képes és alkalmas vagyok arra, túllépekezem. Az életmódváltás az nagyon nehezen megy úgy, hogy most bevezetek egy kicsit. Én azt gondolom, hogy azok is fontosak, tehát ezt majd Judit fogja elmondani. Én azt gondolom, hogy azok is fontosak, hogyha ugye a fehér kenyeret meg a fehér cukrot először kicserélem valamire, vagy megpróbálok a főzés során egy kicsit más dolgokat tenni. Ezek is nagyon fontosak, és én nem gondolom azt, hogy ez semmit nem jelent. De ha én valóban hirtelen és gyors változást szeretnék, akkor a legtöbb esetben életmódváltásról kellene, hogy beszéljünk. Mindenképpen fontos az egészségi állapot felmérése, mégpedig azért, mert ha már kialakultak egészségi problémák, gyógyszert kell szednem,
vannak esetleg krónikus betegségei, meg szívbetegség, egy magas vérnyomás, akkor nem feltétlenül vagyok én alkalmas például minden mozgásformát majd elvégezni. Mert az, hogy különböző típusú mozgásformák vannak, az rendben van. Természetes, hogy mindenki azt fogja nekem preferálni, amiben ő jól érzi magát. Ugye nem akarok most itt, mert annyiban én nem vagyok benne mozgásban, de hogy most nem tudom én zumbázok, vagy teljesen más csinálok, vagy aerobikozok, vagy bármilyen mozgásformát, nem biztos, hogy az én ízületeimnek az jót tesz az a fajta mozgásforma. Tehát emiatt mindenképp fontos, hogy fel legyen mérve az egészségi állapotom, tisztában legyek a saját terhelhetőségemmel, és megtaláljam azt a mozgásformát, vagy azt a táplálkozási formát, ami az én egészségi állapotomnak megfelelő. Ugye ezzel egyidejűleg, hogy az egészségi állapotomnak megfelelő és a túlsúlyom kezelésének megfelelő táplálkozási formát kiválasztom, amit szeretek, nem utálattal nézek rá, mert ha azzal, akkor már megette a fene az egészen. Megtaláltam a megfelelő mozgást, akkor itt van a stresszkezelés. Ugye a stresszkezelés egy nagyon fontos dolog, abban a világban élünk, ahol teljesen az iskolában, a munkahelyen, a boltban, bárhova kerülünk, egy tök idegbajos világban élünk, stresszes embereket találunk magunk körül, és nagyon kevesen látjuk azt, hogy egy-egy konfliktus nyugodtan kezelnénk. Ugye gyakran magunkon is észrevesszük azt, hogy mindjárt átharapjuk a másik torkát, ahelyett, hogy nyelnénk egyet, és akkor próbálnánk elfogadni a másik problémáját, átgondolni, értékelni, és ennek megfelelően lereagálni ezeket a problémákat. Tehát én azt gondolom, hogy a világ nem fog körülöttünk változni, a stresszkezelésben csak az én hozzáállásom változik, hogy én hogyan alakulok ezekhez a helyzetekhez, hogyan tudom ezt befolyásolni, és miképpen tudom ezeket a stressz helyzeteket úgy lereagálni, hogy a saját magam számára jó legyen. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezen a folyamaton végigmegyünk, ezt átgondoljuk, megfelelő egészségkultúráltsággal rendelkezünk, és a sok lehetőség közül ki tudjuk választani a számunkra legmegfelelőbb formát, akkor el tudjuk dönteni azt, hogy mi a mi útunk. Soha nem jó véleményem szerint az, hogyha másnak az útját járjuk, mert mi egyedi külön emberek vagyunk, külön más dolgokat szeretünk akár a táplálkozásban, más mozgásformákat végzünk szívesen. Tehát ebben a folyamatban azt kell megtalálni, hogy a lelkünk is jól érezze magát a folyamatban, ne menjünk ebben tönkre, ne váljon ez egyfajta ördögi a mindennapjainkban, ami ott lebeg fölöttünk, és hogyha valamit nem úgy csinálsz, vagy nem úgy megeszel egy kicsit többet, vagy nem esik jó annyit mozogni, akkor abban a pillanatban úgy jó fejbe vág minket, és nem tudunk tovább haladni. Úgy gondolom, ha ezeket átgondoljuk, megtaláljuk a helyes utat, akkor valószínűleg hatékonyabb tudunk lenni, és ki tudjuk alakítani a saját magunk fogyókúráját. Azt gondolom, hogy ebben majd néhány, ebben az útvesztőben néhány irányt majd itt fogunk kapni Judittól, és remélem, hogy ti is megtaláljátok a saját utatokat ebben az útvesztőben. Köszönöm szépen! Szőlősi Nézekeit vagyok, dietetikus életmód tanácsadó. A mai előadásomban az elhízás kezeléséről, túlsúly kezeléséről beszéltem egy pár szóban, milyen lehetőségek vannak a fogyókúrában, a szuperfood ételek mit jelentenek, milyen lehetőség van magának az életmód váltásnak, az életmód módosításának, milyen lépéseit tudnék javasolni, és milyen jövőkép van ebben. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hála Istennek nagyon sok ismerős arcot látok már. Ezt a kis videót azért tettem föl, hogy egy kis stresszoldást adjam Anitának az előadásom után. Köszönöm. És megerőzendő az én stressz. Szeretlek. Igen, én imádlak. A következő előadás egy kicsit horrorisztikusra sikerült. Úgyhogy azért is gondoltam ezt az elszállt a nyár, mert hogyha kinéznek az ablakon, akkor sajnos, akárhogy szeretnénk meghosszabbítani a nyarat, be kell látnunk, hogy beköszönt az ősz. Ugye a héten, ahogy hallottam, lesz az őszi napi egyenlőség, úgyhogy akár mennyire szeretnénk magunk előtt tologatni a történetet, elszállt a nyár.
Ezzel együtt vannak olyan dolgok, túl súlyos problémák, amiről beszélnünk kell. Itt már Anita nekem megágyazott nagyon szépen, és én itt a következő pár percben, de lehet, hogy 24 órában egyfolytában, a túlsúly kezeléséről szeretnék beszélni. Ahogy Anita is mondta, meg már Marika is felvezette a történetet, ugye magyarok dobogósak vagyunk az elhízásban, de most erre a képre néztek, sajnos már Mona Lisa is elhízott. Tehát addig etettük magunkat, Mona Lisát, hogy elhízott. De tovább fűzöm a történetet, már a balerinák is el tudnak hízni, és ilyen szép, szép kerek, de kövér balerináink is vannak. A túlsúly, ahogy már Anita is említette, nem biztos, hogy csak esztétikai probléma. Divatos téma. Én egy nagyon gonosz ember vagyok, itt a kollégáim tudják ezt bizonyítani. Én minden mögött a profitot, az üzletet, a pénzt látom. Ebben óriási üzlet van, hizlaljuk meg az embereket, nagyobb ruhát kell venni, többet esznek, több gyógyszer kell, több kórház kellene, több egészségügyi intézmény, csúnyát mondok, több halotti temetkezési vállalkozó. Tehát ebbe óriási üzlet van a túlsúlyos embereknek a kezelésében. A statisztikai adatokról itt szólt Anita, én abban nem mennék bele, a rizikófaktor, és a Paros tanár úrnak volt egy ilyen kijelentése évekkel ezelőtt, hogy most már a túlsúly mint betegség jelent meg. Tehát nem mint egy állapot, a túlsúly, a kövérség, az elhízás, hanem már külön betegségként tartjuk számon. Ugye mondtam, hogy a kezelésével szeretnék én jobban foglalkozni. Roppant egyszerű a dolog, meghíztam, telezabáltam magam, majd holnaptól elkezdek én, nem szeretem ezt a szót, fogyókúrázni. Meg majd vannak erre hivatott szakemberek, levágják rólam, leszívják rólam, elvágják, ezért jó pénzért csinálják, és nagyon sok helyen az esztétikai sebészet ebből nagyon jól megél. Vannak különböző gyógyszerek, amiket bekapdosok, megveszem drága pénzért, és itt megint jön a profit, holnapra lefogyok. Van itt az, hogy életmódváltás. Ezt a szót sem szerettem, inkább a módosításról beszélnék. Táplálkozás, fogyókúra, mozgás, edzés program, pszichés támogatás, vagy a csoportterápiának én nagyon híve lennék, hogy a csoport tagjai egymást lögdösik tovább az úton, hogyha a sikertelenség vagy kudarc élmény éli őket, egymás segítik az úton. Tehát valami ilyesmiről lenne a elkövetkező pár percben szó. Ahogy mondtam, hogy a sebészeti eljárás a legegyszerűbb. Meghíztam, rezeg rajtam a háj, van sok-sok pénzem, nem tudom hová tenni, elmegyek, leszívatom a zsírt. Nagyon látványos, nagyon gyors, nagyon drága, egy problémája van. Ha az illető ugyanazokat a szokásokat, életmódbeli szokásokat folytatja, a zsírpárnák ugyanúgy visszatermelődnek, és ez az ördögi kör, amit te is említettél, újra és újra lerakatja az illetőre a zsírpárnákat. Ez nagyon jó az esztétikai sebészetnek, mert újra termeli magának az alanyokat, és az esztétikai sebészet ebből nagyon jól megél. Biztos hallottak önök is erről a gyomorgyűrűs történetről, hogy a celebek előszeretettel ugye meghíznak, nem szeretnék itt felsorolni celebeket, elmennek, berakatják, kevesebb mennyiségű ételt esznek, akaratunkon kívül, tehát megint a döntést átoltuk másra. Tehát ez a legegyszerűbb történet, hogy én semmiért nem vagyok felelős, mindenért az anyám, a szomszédom, a Jóska bácsi, a postás a felelős, de én áttolom a felelősséget egy gyomorgyűrű betételére szakosodott sebészre, és akkor onnantól én lefogyok. És a gyomorgyűrű megoldja a problémát, ha én nem változtatok a szokásaimmal? Van egy drasztikusabb eljárás is, ez a távcsatorna csonkolásnak írtam én be. Vannak emberkék, akik azt találják ki, hogy a gyomruknak egy bizonyos részét, egyharmadát, kétharmadát úgy kivetetik, hogy nincs különösebb betegségük. Ugye a normális ember, ha nincs baj, nem műteti meg magát. Ezáltal a gyomornak a befogadó képessége kisebb, kevesebb ételt tud elfogyasztani. Van egy olyan lehetőség, hogy bél szakaszokat írtatnak ki emberek, drága pénzekért, mert ugye ezek is esztétikai sebészetnek a része, kevesebb tápanyag tud felszívódni a belegben. Ezek ilyen riasztó dolgok, inkább én riogatásképpen mondanám. A gyógyszeres kezelés is volt,
Most nem annyira megy már a történet, aki ezzel régebben foglalkozott, volt egy, de inkább én nem mondok gyógyszerneveket. Ezek ilyen hormonális úton ható gyógyszerek voltak a legtöbbje, hogy a jólakottsági érzést váltották ki az embereknek az agyalaki mirigyébe, nagyon csúnya dolgokat tudtak vele elkövetni emberkék, hosszabb távon szedték. A másik megoldás volt régebben, hogy a zsírfelszívódást gátolták az illetőnek. Olyan krónikus hasmenése volt az illetőnek, hogy a zsírt egyszerűen nem szívta fel a szervezete, egyszerűen nem tudott kimozdulni otthonról az illető, mert állandó hasmenéssel bajlódott. Ebből következően az összes tápanyag felvétele, a vitamin felvétele károsodott. Vannak jelenleg is táplálék kiegészítők. Ha bekapcsolják a tévét, vagy bármely médiát, vagy sajtót nézik, nagyon sok ilyen tápláléki kiegészítő kapható, ami kikiáltja magát fogyókúrás szernek. Megint a profit jut az eszembe, meg az átolma felelősséget másra. Én semmiért nem vagyok felelős. Tehát ez a két dolog az, amit én egyáltalán nem tudnék javasolni, hanem az, amit én javaslok, és az én állandó veszőparipám, az életmódváltás. Ami nem egyszerű történet, hanem ahogy látják, itt sok karikából áll össze a történet, és középen ott van az egészséges életmód. Az életmód váltás, ahogy mondtam, ez egy rettentő drasztikus dolog. Tehát ezt egy csettintéssel holnap reggel nem tudok megváltoztatni szokásokat. Módosításokat lehet tenni. Ha valaki ebbe belekezd, vagy átgondolja, vagy szükségét érzi, ehhez szakemberhez kell fordulni, aki kézen fogva segít ebbe. Tehát amit már itt beszéltünk, hogy föl kell ismerni azt, hogy valamiben mi vagyunk hibásak. Tehát be kell látnunk, hogy mi valamit rosszul teszünk. Ha ezt nem tudjuk felismerni, nem tudjuk ezt belátni, akkor szintén el kell menni szakemberhez, akár egészségügyi szakemberhez, akár egy életmód tanácsadóhoz, hogy beszéljük át a szokásrendünket, nézzük át a laborértékeinket, vagy bármilyen olyan egészségügyi intézményben, ahol már segítenek felismerni a hibáinkat. Ki kell tűzni egy olyan célt, ami reális számunkra. Tehát én hiába szeretnék futni hosszú táv, vagy maraton szeretnék lefutni, nem vagyok erre képes. Olyan reális célt kell beiktatni a mindennapos szokásaink közé, ami kivitelezhető. Tehát ne álomvilágba éljünk, ne irreális dolgokat tűzünk ki magunk elé. Nagyon sok kliensem szokta azt mondani, hogy nem a súlyommal van nekem problémám, a testmagasságommal. Erre szoktam javasolni, hogy mindenki kösse föl magát este a plafonba, és holnap reggelre meg fog dőlni, és jobb lesz a BMI. Merjünk, és tudjunk segítséget kérni, amit már te is elkezdtél, hogy tudjuk, hogy kitől merjünk tanácsot kérni, ki hiteles személy számunkra. Nagyon sok önjelölt életmód tanácsadó, táplálkozási szakembernek titulált illető létezik a világban. Nézzünk utána, járjunk utána, hogy ki a hiteles, ki az, aki nekünk bizalomgerjesztő, tehát bizalommal vagyunk iránta, és ahhoz forduljunk, és merjünk segítséget kérni. Legyünk következetesek. Tehát ez csak úgy megy hosszabb távon, de ha bármi gyógyszer vagy előre be nem tervezett dolog jön, merjünk rajta változtatni, merjünk újraértékelni dolgokat. Ne sanyargassuk önmagunkat azzal, hogy csak mi tehetünk róla, már megint elrontottuk, már megint jajózunk, már megint lefogytam, megint elhisztam, szűk rám a ruha, nem ittam aznap eleget. Ezzel saját magunkat kergetjük bele egy olyan örök körbe, hogy nem jövünk belőle kijönni egyedül. Tehát ezért kell hozzá egy olyan mentális vezetés, hogy merjük belátni azt, hogy módosítani kell azon, az illetőnek ahhoz a pillanatnyi helyzetéhez, ami előbbre mozdítja a történetet. Értékeljük, módosítsunk, ha kell. És a lényeg, amit az utolsó pontban van, hogy örömmel tegyük a változtatást. Mozgásterápiát lehet így is végezni. Hogy szét nagy túlsúlyat toljuk arcunkba a McDonald's-es, vagy bármilyen gyors ételmi ételeket, de én ehelyett inkább azon kezdjék el gondolkozni, hogy de hogyan és mikor kezdjünk bele egy mozgásterápiába. Nagyon sok kliensem szokta mondani, hogy hát de ő sportol. És konkrétan mit? Sakkozom. Vagy a másik válasz, szemforgatást gyakorlok.
tehát ez egy anyus mondta annak idején. Azért mondom, nem biztos, hogy ez a helyes megoldás, de végig kell gondolni azt, hogy kinek melyik mozgásforma a megfelelő. Tehát ez is egyéni. Amit oda kell figyelni, hogy fokozatosan kell, személyre szabottan, tehát mindenkinek más rendszeres legyen, és örömmel csinálja azt a mozgásformát, amit ő, vagy az a csoport, ahová ő tartozik, lehet, hogy az jóga, lehet, hogy az zumba, amit te mondtál, de lehet, hogy az egy 10 perces séta. Amit most ugye napjainkban egyre több helyen hallottak, vagy hallanak, hogy a napi 10 000 lépést le kellene lépnünk. Most voltam egy okosságosztáson a héten, illetve a múlt héten, ott azt javasolják, hogy heti 150 perc mozgás legyen elosztva. Elosztva, de mikor? Az ember él, mozog, munkában van, családja van, aludni is kellene néha, és erre javasolt egy életmód tanácsadó, hogy napi 30 perc. Mikor van napi 30 percem egyfolytában? Nekem nincs. És erre mondta a srác, egy rettentő szimpatikus életmód tanácsadó, hogy 3x10 perc. És 3x10 perce mindenkinek van. Én reggel 5-kor, sajnos egy rossz példát veszek, a saját példámat tolom elő, reggel 5-kor kelek, fél órás gerinctornával kezdem a napot. Rettentő rossz reggel széthúzni a redőnyöket, ami összeforr éjszaka, és kitámolyogni, és elkezdeni bemelegíteni, de ezzel kezdem a napot, és sokkal jobb, higgyék el, sokkal jobban indul a nap, hogyha reggel ezt a fél órát végig szenvedem a kemény parketten. Vannak olyan nap, amikor nem jön össze, de ezzel sem sanyargatom magam, de már az a napom már nem úgy alakul, mint amikor a tornával. Tehát én azért javasolnám önöknek is, hogy a napi 3x10 perces séta, ami kivitelezhető. Ehhez nem kell más, egy kényelmes cipő, és hogyha kinézünk, akkor most már nem sokára egy esőkabát, és menni kell. Egyedül rettentő unalmas. Ha valakinek van kutyusa, cicusa, tengeri malaca, kígyója, kamélon, nem tudom milyen háziállatok vannak a előjegyzésben, akkor menjen kutyus sétáltatni. Vagy fogjanak össze, és párba el kell menni megnézni a túlstrandnál, hogy kint vagyok-e, és vissza. De egyet tudnék tanácsolni, hogy kezdjék úgy, hogy első nap 5 perc, majd 6 perc, majd 10 perc. Tehát ne egyből a félmaratont vagy a Balatont akarjuk átúszni. Nem. Fokozatosan és hozzá kell szoktatni a szervezetet. Divatos fogyókúrák. Ahogy mondtam, átmentünk a táplálkozásba, egy kicsit próbálok gyorsítani. A táplálkozásról egy pár szót. Magát ezt a szót, hogy fogyókúra, én nem nagyon szeretem. Elnézést, de azért vagyunk ennyien, hogy különböző véleménnyel legyünk. Maga a kúra szó, az azt jelenti, hogy van eleje, és van vége. Fogyókúrázni lehet, mert én holnap férhez akarok menni, és bele szeretnék férni az esküvői ruhámba, akkor hip-hop, nem eszek 3 nap, és akkor bele fogok abba férni. Tehát a fogyókúra, mint kifejezés, nem jó. Egy életmód módosítás, azt már jobban el tudnám fogadni. Ha beütik el barátunk a Google, ugye az internetet, hála Istennek mindenki egyre jobban használja, ha beütik ezt a szót, hogy fogyókúra, ki sem tudom olvasni, 1.390.000 találatot kaptam egy szempillantás alatt. Most én ebben nem mentem bele, de megint ugyanott tartunk, hogy a hitelesség. Olyan butaságok vannak fönt interneten, hogy bődületes. Tehát itt is válogatni kell, hogy melyik fogyókúra az, ami követhető, vagy melyik az a módosítás, ami követhető. Nagyon sok csodaszer, ital, por, tabletta, kaktuszkivonat, békaháj, nem tudom mik vannak. Tehát, hogy mennek ezek a butító reklámok, és nagy pénzért emberek megveszik, mert csodaszernek titulálják. Így, ahogy Anita is mondta, hogy egyik nap kövér, másik pillanatban már le is fogyott. Nagyon vigyázni kell vele, némelyiknek hatóanyag tartalmát nem tudják, hogy mi. Hosszabb távon nem tudjuk, hogy 5 év, 10 év, 20 év, 50 év múlva milyen késői hatása lesz annak a csodaszernek titulált valaminek. Mindig vannak felkapott dolgok. Nem akarok most itt felsorolni dolgokat, majd a legvégén. Ide írta nekem állandó problémám ez,
hogy én mindenhova vízzel megyek, mert azt szokták mondani, hogy vízfejű vagyok lassan. Az ember nem mindig tudja megkülönböztetni az éhség és a szomjúság érzését. Nagyon sok ember, nagyon több kliensem mondja, hogy ő akkor is eszik, amikor utólag rájön, hogy ő tulajdonképpen szomjas. Figyelni kell a szervezetre, egy csodálatos műszere van az illetőnek, mindenkinek, ott van kéznél. A jelzésekre kell figyelni. Meg kell különböztetni a szomjúság éhségérzést, és az éhséget tudjuk folyadékkal tompítani. Vannak olyan fogyókúrás ajánlások is, hogy étkezés előtt igyál meg 3 pohár vizet, és utána kevesebbet fogsz enni. Nem biztos, hogy mindenkinek ez beválik, meg tudnám javasolni, végig kell gondolni. A vízivásról annyit, hogyha lehetőség van rá, óránként, fél óránként 2-3 deciliter ivóvizet, ezt itt kihangsúlyoznám, ezt mindenkinek tudom ajánlani. Tehát nagyon sokan mondják azt, hogy 2-3 liter folyadék fogyasztása ajánlott. Nem biztos, hogy mindenkinek. Mindenki egyéni, mindenki egyénileg izzad, egyénileg veszít folyadékot, lehet, hogy lázas, lehet, hogy gyógyuló szakban van, vagy laktációs időszakban van. Mindenkinek egyéni a folyadék szükséglete. De az óránkénti 2-3 deciliter vízfogyasztását tudnám javasolni. Erre mindenki azt mondja, hogy nem bírom meginni. Egy próbát kell tenni, és higgyék el, hogyha reggel 6-tól, ugye este 8-9-ig nézek egy aktív napot, az a 2-3 liter víz elfogy. Nagyon sokan szokták azt mondani, de iszok levest, vagy eszek levest, meg reggel a tea, meg a kávé. Nem. Ez a napi folyadék fogyasztásban nem szerepel benne, mert ezeket ételként veszük magunkhoz, és nem ivó vízként. És én mindig hangsúlyozom, hogy ne üdítő, ne cukros italok szerepeljenek, hanem ivóvíz. Az ivóvíz Magyarországon, hála Istennek, olyan minőségű a csapvíz, aki ezt el tudja fogyasztani és nem berzenkedik ellene, hogy víz. Aki csak megszokta ezt a palackos ásványvizet, ott is javaslom az inkább a szénsavmentes vizek fogyasztását. Divatdiéták. Hát erről lehet, hogy egy külön ülést érdemes lenne összehozni. Hogy mi van mögötte, ugye az én fóbiám az, hogy a pénz és a profit. Itt mindenki kitalál magának valami olyan irányzatot, ami ő neki bejön, és ő attól majd fogy. Van a vegetáriánus, van a vegán, van a makrobiotikus. Ők kitalálták ezt, hogy ő ezzel kardában tudja tartani a testsúlyát, lelkük rajta, csinálják. Egy a lényeg, foglalkozzon saját magával, a táplálkozási szokásaival, de ha nem tudja, hogy mit csinál, nincs vele tisztában, forduljon szakemberhez. Nagyon divatos most ez a paleolit diéta, nem tudom, önök között van-e, aki ezzel foglalkozik éppen, hogy paleóza. Nagyon szeretném ezt a nevet. Nem. A vendégeim. Igen. A paleolit diéta, megint ott tartok, hogy aki ezt szigorúan betartja és következetes, óriási pénzeket fordít arra, hogy olyan nyersanyagokat, olyan ételeket egyen. Ez a diéta a paleolit kőkorszaki embernek a szokás rendjét venni elő, ami tiltja a tejcukornak, a répacukornak és a gluténnek csúfolt búzából és gabonából származó fehérjének a fogyasztását. Tehát nem eszik cukrot, nem eszik lisztet, vagy a 4 gabonát, és nem eszik tejterméket. De akkor mit eszik? Húst hússal. Tehát azért mondom, hogy ez megint a divatdiétáknak a legnagyobb, legfőbb jellemzője az, hogy egyoldalú a táplálkozása. Jó, foglalkozik vele, de hosszabb távon, 5 év múlva, 3 év múlva, nem tudom milyen későbbi kihatása lesz az érelmeszesedésre, vagy a bél problémáira, hogyha olyan nagy mennyiségű húst fogyaszt, hogy a beleiben milyen jellegű elváltozások fognak keletkezni. Régebben volt divatban jobban, nem tudom most mennyire megy ez a 90 napos diéta, ilyen szétválasztásos diétának hívták, hogy egy nap keményítő, egy nap fehérje, egy nap nem eszek, egy nap imádkozok, egy nap nem tudom mit csinálok. Ez megint arra hajaz, hogy szétválasztja a nyersanyagokat, a tápanyagokat. A szervezetnek minden nap, minden tápanyagra szüksége van. Tehát nincs olyan, hogy ma csak keményítőre van szükségem, holnap meg majd, vagy holnap után meg eszek majd fehérjét. A szervezet minden nap veszít sejteket, minden nap termel újabb sejteket, tehát minden nap. Tehát ez az a problémám. Valaki nagyon jól le tud vele fogyni.
ha szakember van mellette, fogja a kezét és irányítja ezt a 90 napos diétát, nem hiszek benne. Vannak a villám diéták, amit én úgy szoktam összefoglalni, hogy gyors, látványos, de a legtöbbje vízhajtáson alapul. Leggyorsabban vizet tud veszíteni az ember. Hogyha nagyon magas zöldség, gyümölcs tartalmú diétát fogyaszt az illető, az tulajdonképpen egy vízhajtást tesz lehetővé, és már ez a ruha bevarró manó egy kicsit már bővebbé teszi a ruhát. Tehát ezekkel is oda kell figyelni. Nagyon gyors, látványos, de ezek a villámdiéták egy-két napról, egy hétről, két hétről szólhatnak, mert nagyon nagy hiányállapotokat tudnak kialakítani a szervezetben. Biztos hallották már a tévében, meg a sajtóban, a médiában ezt a superfood kifejezést. Én nem tudok angolul, próbáltak egy pára megtanítani angolul is, meg úszni, senkinek nem sikerült. Superfood, szuper étel. Mindenre jó étel. A média, a sajtó minden két-három évben, de lehet, hogy most már egyre gyakrabban, kitalál ételeket, nyersanyagokat, hogy ez mindenre jó. Most az én nagy kedvencem a chia mag. Mindenre jó. Mindenre jó. Nagyon tudom ajánlani. Nagyon tudom ajánlani, itt az élő példája, fél éve túléltem. Tehát én azt, amit látok, olvasok, én egy olyan gonosz ember vagyok, én ezt szeretem kipróbálni magamon. Két évig vegetáriánus is voltam, paleót is kipróbáltam, úgy tudok valamiről véleményt hitelesen mondani, hogyha én ezt megélem, túlélem, hogy jelentem a chia magot túléltem. Az, ami megbúzza. Így van. Most erről kitalálták, ez egy aszték zsája mag, kapható természetgyógyász boltokban, vagy ilyen bioboltokban. Nagyon jó a zsírsav összetétele, tehát akinek ér meszesedése, zsírsav problémái vannak, annak nagyon tudom ajánlani, az omega 3-6 zsírsav tartalma nagyon kedvező, tehát ki tud vele váltani gyógyszereket. A másik, akinek ilyen testsúly problémája van, ezt úgy tudom javasolni, hogy este be kell láztatni, térfogatnövelő víz, vagy tej, vagy ki mit tud elfogyasztani, teltségérzést okoz. Tehát akinek túlsúly problémái vannak és bel akar kezdeni egy testsúly csökkentéről, tudom javasolni. Nagyon magas az ásványi anyagtartalma, rosttartalma, tehát akinek lanypult, renyhe bélműködése van, be tudja vele úgy szabályozni a bélműködését, hogy nem lesz szorulása a későbbiekben. Tudom javasolni, ki kell próbálni. Nem hiszek a superfood kifejezésben. A múltkor épp azt olvastam, hogy a szőlő a legújabb superfood, mindenre jó. Tehát boszorkányüldözésre, átoklevételre, mindenre jó. Tehát kitalálunk mindig valamit. Tehát vannak bűnös ételek, meg vannak superfood. Aki több nyarat megélt, mint én, az biztos emlékszi, hogy időben volt a szaharin bűnös étel, volt a tojás bűnös étel, volt a sertészsír, tehát az állati eredetű zsír. Mindig kikiált a média valamit bűnösnek. Ugye most legújabb van a margarin bűnös, most már jó lesz a kacsazsír is, tehát azért mondom, ezek mindig változnak. Ugye volt a nagy kergemarha kóros történet, akkor a marhahús volt bűnös, majd utána jött a madárinfluenza, akkor ki volt a bűnös, a csirkehús. Tehát mindig kell produkálni bűnös ételt, egy superfood ételt. És érdekes módon hirtelen vége lesz az előadásomnak, de nem kell még örülni. Egy kis kóstolóval készültem, de még nem menjenek oda, mert még egy műsorszám hátra van, még énekelünk majd vidámokat. Amiben egyrészt most azt mondanám, hogy érdekes ételeket hoztam. Aki már volt más rendezvényemen, az emlékszik, az ilyen kis zöldséges mártogatós történeteket produkáltunk. Elárulok egy titkot, sok mindent saját kézzel csináltam gonosz módjára hétvégén. Nagyon sok mindent a kollégáim csináltak. Úgyhogy én azt javasolnám, és más ételekkel kapcsolatban is, hogy merjenek kísérletezni a konyhában, merjenek új ételeket kipróbálni a konyhában, új fűszereket kipróbálni, mert ugye most bűnös, két nagy bűnös van ismételten a közétkeztetésben, az egyik a só, a másik a cukor. Úgyhogy próbáljuk meg a sót és a cukrot kiváltani más ízesítőszerekkel, zöld fűszerekkel, vagy olyan cukorpótló
gyümölcsökkel, aszalványokkal például, amivel tudunk kiváltani sót és cukrot, mert óriási a só és cukorfogyasztásunk. Úgyhogy én ehhez majd javasolni, és oda megyek én is, és tudok tanácsokkal látni önöket. De még ne örüljenek, hogy ilyen gyorsan megúszták az előadást. Anita is ezzel fejezte, és nem beszéltünk össze, hogy mi a teendő. Azt ő már kezdte itt feszegetni, hogy az egészségtudatos élet. Ez olyan hangzatos az egészség, meg tudatos, és egyszerre a kettő. Egy a lényege, mindenki figyeljen a saját maga testének a jelzéseire, a műszerre. A műszert karban kell tartani, oda kell rá figyelni. Ott van mindenkinek, akinek van autója, figyeli, hogy zörög, csattog, olajat kell cserélni, kiesett a kereke, nem tudom, nem értek hozzá, az autóra odafigyel. Saját magára miért nem figyel oda az ember? Az egyén felelőssége. Tehát ne toligáljuk át a másikra. Az egyik a tehet róla. Ő mondta, ő nem mondta. És a legfontosabb mindennél, tehát a túlsúlynál is, a megelőzés, a prevenció. Ha odafigyelünk és rendszeresen foglalkozunk magunkkal, akkor kevesebb lesz majd a teendőnk. A normál testtömeg tartására kell odafigyelni. Kiegyensúlyozott táplálkozás, de majd még ezt átbeszéljük, energia egyensúly tartása. Tehát lehetőség szerint a bevitt energia és az energia elégetése megegyezzen, és a rendszeres mozgás. Most tavasszal került ez bevezetésre, a Dietetikusok Országos Szövetsége hozta létre a táplálkozási piramisra, aki még emlékszik annó, az okos tányért. Ezt megpróbálta lefordítani, ehetővé tenni, hogy így fogalmazzak, és nem tápanyagokról beszél, és vizuálisan egy tányérra elhelyezni azt, hogy a kiegyensúlyozott táplálkozás milyen élelmiszerekből kellene, hogy összeálljon. Tehát itt felsorolja azt, hogy a zöldség körül a tányér egy harmada legyen, a gyümölcs, a hús, a gabonafélék. Föl van tüntetve a folyadék, ami nekem roppant szimpatikus, és a só és a cukorfogyasztásnak a csökkentése. Tehát ez lenne a kiegyensúlyozott táplálkozás, nem helyes, egészségtelen, még nem is tudom már milyen jelzői voltak a táplálkozásnak, hanem hogy kiegyensúlyozott legyen a táplálkozásunk. És akkor gondolkozhatunk, mérleg, centi, vagy merre is van az előre. Azt hiszem, hogy adtam gondolkodni valót, és mindenkinél ott van a döntés lehetősége. Köszönöm a figyelmet!